A Komazé Nemzeti Park Tanzánia északi részén található és majdnem 3500 négyzetkilométer kiterjedésű. A név a helyi törzs nyelvén annyit jelent, hogy nincs víz. A területen a Big Five, azaz az öt nagyvad is megtalálható. Csak elefántból mintegy 3000 egyed él a körzetben, és mivel félsivatagos régió, ezért a száraz évszakban a legnagyobb szárazföldi állatnak nem áll rendelkezésére elegendő víz, emiatt az állatok gyakran elhagyják a nemzeti parkot, és a környező falvak víznyerőiből próbálnak meg folyadékot szerezni. Ez pedig mondani sem kell, hogy állandó konfliktus jelent az emberek és a vadak között. Ezen próbáltak meg segíteni többek között a Győrük Santusz Alapítvány szakemberei, mégpedig egy új kút fúrásával az állatok számára. Szeretném megköszönni a Xantus Alapítványnak, hogy finanszírozta ezt a projektet, de arra is bíztatunk másokat, hogy gondolkodjanak esetleg még néhány fejlesztésben, mert a víz tényleg nagyon-nagyon fontos a Komazé Nemzeti Parknak, mivel ez a terület nagyon-nagyon száraz. Ez valóban életmentő lehetőség a területen belüli vadon élő állatoknak. Majdnem két éves előkészületek előzték meg a nagyjából három hétig tartó munkafolyamatot. Ez a projekt magában foglalja a fúrást, a napelem telepítését és a szivattyús felszerelést. 80 méter mélyre kellett lemennünk, így a vízkibocsájtás több mint 6000 liter óránként. A napelem rendszert elektromos kerítéssel védjük a külső sérülésektől. Például az orvadászok káros hatásaitól. Úgyhogy én kimerem jelenteni, hogy ezt a projektet biztonságban és működőképes állapotban tudjuk tartani. Dr. Andréka György, a Győri Állatkert igazgatója szerint az itató végső formája még kérdéses. Nekem nagyon-nagyon tetszik ez a természetes jelleg, hogy nem ásunk egy hatalmas lukat és azt töltjük föl vízzel, hanem így hagyjuk elárasztani ezt a területet, de kiderül majd, hogy az állatok mennyire akarják és mennyire tudják így használni. Sajnos, hogyha az elefántok megérkeznek, akkor egy mocsaras dágványt, egy sarazó helyet fognak kialakítani maguknak ebből a területből, és így más állatfajok nem nagyon fogják tudni használni. A program résztvevői a helyet oroszlán sziklának nevezték el. Hogyha egy kicsit körbefordulunk, akkor látjuk. Látjuk azt a képződményt, ami az egész itatónak a nevét adta, és érdekes módon ez a terület hátulról megközelíthető, tehát a nemzeti parkba érkező látogatók majd onnan föntről biztonságban ráláthatnak az itatóhelyre, és élvezhetik az idejáró zsiráfok, elefántok, vagy éppen bivajok látványát, és ugyanakkor biztonságban vannak az állatoktól. Azonban a kútfúrás mellett fontos feladat volt még nyakörveket is elhelyezni néhány állatra. We have elephants and lions. Az elefántokat és az oroszlánokat az országban veszélyes állatoknak nevezik, mert bemennek a falvakba és elpusztítják az ingatlanokat, károkat okozhatnak, sőt ölhetnek is. Ezért néhány nyakörvet helyezünk el, hogy tudjuk, mikor és hol vannak. Amikor az állatok közel járnak a felállított határhoz, akkor kiküldünk egy csapatot, amely elüldözi őket onnan. Ezúttal két különböző nyakörvet is használtak a szakemberek. Az egyiket speciálisan oroszlánokat, nagymacskákra fejlesztették ki, viszonylag pici, egy kiló körül súllyal, napelemes töltéssel, tehát ennek a kollárnak, bár lefelé lóg az oroszlán nyakában, annyi fény éri, hogy folyamatosan újra töltődik, és GPS-szel és rádió jel leadására is képes. Az elefántoknál pedig értelemszerűen nagyobb és erősebb rendszerrel kellett dolgozni a csapatnak. Itt fent van a GPS és a napelem, és lent egy alsó súly tartja egyensúlyban ezt az elefánt nyakán. Azért ez a rendszer az ellensúlyjal együtt közel 20-25 kiló, de egy elefánt számára ez meg sem kutya. A rádió jeleknek köszönhetően úgynevezett VHF antennákkal tudják követni az állatokat, míg a GPS jel alapján pedig akár az irodából is meg tudják határozni, hogy merre vannak az oroszlánok, vagy éppen az elefántok. The map of Komazé National Park. So as you see, ez a Komazé Nemzeti Park térképe, és ezen belül van néhány pont. Ezek egy része piros, a másik lila. Ennek köszönhetően azt látjuk, hogy ezek az elefántok néha bent maradnak, néha pedig kimennek a parkból. Jól tudjuk követni azt is, hogy van néhány elefánt, amely Kenyába is átmegy. Muszáj folyamatosan monitorozni, hogy lássuk, melyik állat merészkedik falu közelébe. Az első nyakörvet ezúttal pedig egy 14 év körüli borjas elefánt tehére tették fel, akinek a figyelésével nyomon tudják követni az egész csapat mozgását.
egy nagyon-nagyon ügyes hátsó comba történő belülés után 12 perccel elfeküdt, és az összeszokott csapat egy 25 perc alatt elvégzett minden munkát. Vért vett tőle, székletmintát, bélsármintát, kullancsokat gyűjtöttünk későbbi vizsgálatokhoz, levettük az alapadatokat, és az életkorát megállapítottuk. Ez egy nagyon szerencsés beavatkozás volt, már csak az ébresztés van vissza. A Xanthus Alapítvány csapata a helyiek mellett a csehországi Dvůr Králové Safari Park szakembereivel is együtt dolgozott. Ez a feladat nagyon fontos itt a Nemzeti Parkban, hiszen ha elhagyják a területet, az valóban konfliktust okoz az emberek és a vadon élő állatok között. Szóval nagyon örülünk, hogy minden simán ment az első elefántnál, és tényleg öröm lesz majd követni a következő lépéseit. Nagyon remélem, hogy sokáig végezhetjük ezt a munkát. Afrikát 500 évvel ezelőtt nagyjából 15 millióan lakták. Ez a szám az ezredévfordulóra megközelítette a 900 milliót, míg manapság csak nem másfél milliárdan élnek a fekete kontinensen. Ezek a számok is jól mutatják, hogy mennyire fontosak az ilyen és ehhez hasonló projektek az állatok, valamint az emberek érdekében egyaránt.